Először is akkor hadd köszöntsek mindenkit sok-sok nagy szeretettel itt a rendezvény végén, zárásához közelítve. Én is szeretnék bemutatkozni, Prém Dániel vagyok, tanszéki mérnöki pozícióban dolgozom itt is, mert már ide és tovább már harmadik éve az egyetemem. Amit érdemes rólam tudni, hogy elég sokat foglalkozom a biztonsággal, illetve a kifejezetten webes biztonsággal, ezek lennének a szakterületeim. Sajnos ez az előadás nem teljesen és ilyen formában pont erről fog szólni. Igazából Krisztián adta az előadásnak a címét, tehát így, még nem is én, de mindegy, ebben nem megyünk mélyen bele. Amit az előadásról tudni kell, hogy ugye ez az egész előadás, mint amit hallottuk is, a kritikus infrastruktúra védelmi kutatások keretében valósult meg, illetőleg ennek még egy hosszabb kifutása lesz. Én most csak egy szeleteit mutatom be ennek a projektnek. Egy nagyon picike kis szeletét, ami a sérülékenység vizsgálattal fog foglalkozni, kifejezetten cloud környezetben. És erről fogok egy kis bemutatót tartani. Sajnos ugye a beharangozóban volt, hogy más témát is fogok feszegetni, viszont bármennyire szerettem volna, azt a témát nem én vezettem és nem én csináltam, így az nem érkezett be hozzám per pillanat, és így igazából hülyeséget nem akartam beszélni. Nagyjából tudom, hogy miről szól az a projekt, nagyjából tudnék egy ilyen bullshit-et beszélni róla, csak az nem én vagyok, aki szereti igazából úgy nagyon felületesen a dolgokat elmondani, vagy legalábbis nem szeretek úgy beszélni dolgokról, hogy nem én nem láttam. Így ezt kihagyom, viszont hogyha valakit pont ez a téma érdekelt volna, amúgy a beharangozóban ugye első témaként meg lett említve, és erről szeretne beszélgetni, azzal személyesen nagyon szívesen beszélek majd az előadás után. Jó, és akkor nézzük meg, hogy mi az, ami itt volt, ugye, és ugye ebbe a projektbe hozzánk tartozott, és ugye mondtam, hogy felhő számításokról lesz szó. Nagyon sokan, amikor beszélgetek általában IT-sokkal, vagy elég sok emberre beszél, hogy IT területen mozgolódik, és nem igazán tudja, mi is ez a felhő. És én innen szeretném kezdeni, hogy akkor szépen lassan definiáljuk a lépéseket. Ugye a NIST-nek a definícióját kapjuk elő ilyenkor, amit érdemes. A felhő számítás egy olyan modell, mely lehetővé teszi konfigurálható számítási erőforrások osztott készletének kényelmes, igény szerinti hálózaton keresztül történő elérését, melyek gyorsan, kevés felügyeleti ráfordítással és a szolgáltatói beavatkozással munkába állíthatóak és eltávolíthatóak. Jó, ez egy nagyon szép megfogalmazás így magyarul. A lényege abban van, hogy Isten igazából bármilyen nemű erőforrás, számítási erőforrás, legyen szó hálózatról, kiszolgálóról, tárolóról, alkalmazásról, vagy egy nyújtott szolgáltatásról, azt mind-mind igazából on-demand jelleggel fogjuk igénybe venni, nagyjából úgy, mint a közművet. Jó, ha akarom, akkor fizetek érte, ha nem, akkor nem fizetek érte, és felhasználás arányban fogom ezeket igénybe venni. Nagyon sokan ott hibáznak, hogy csak abba gondolják, hogy a cloud az csak egy virtualizációs rendszer lehet. Nem, igazából, ha végig gondoljuk, a cloud ebbe a terminológiába sehol nincsen benne az, hogy ennek virtualizációnak kell lennie. Tehát igazából akár fizikai gépekről is beszélgethetünk. Tehát emiatt eléggé egy rágógumi megfogalmazás. Csak ez sokaknak nem mindig szokott nyilvánvaló lenni. Szeretném a következő buzzwordöket is átbeszélni, mert ez is mindig, ugye mindenki, beszélünk róla, csak aztán elkezdünk konkrétizálni a témaköröket, akkor már annyira nem szokott nyilvánvaló lenni. Először is menjünk lentről fölfelé. Telepítési modellek. Amikor egy cloud rendszerről beszélgetünk, akkor meg kéne vizsgálni ezt, hogy mégis miről van szó. Alapvetően főként ezt a négy telepítési modellt szoktunk beszélgetni. Van a publikus, a privát, a hibrid és a közösségi felhő, mint telepítési modell. Ez szép és jó, csak melyik? Ugye, ha én, mint megrendelő, ugye meg kell különböztetni, kik a szereplői egy cloud rendszernek. Lesz egyszer egy szolgáltató, aki üzemeltet, és lesz egyszer egy bérlő, aki ugye ezt igénybe veszi a cloud szolgáltatást. Őt ugye vagy bérlőnek, vagy előfizetőnek, vagy inkább angolosan tenantnak szoktuk nevezni. Ugye alapvetően az üzemeltető és ha az üzemeltető és a bérlő, azaz tenant eltér egymástól, akkor mi publikus felhőről beszélgetünk. Ugye nem ugye ez a két személy. Az a lényeg, hogy amikor én igénybe veszek, azt az infrastruktúrán, amin a felhő fut, az nem az én birtokomban van. A privát felhő fogalma pedig az, amikor én, mint megrendelő, mint felhasználója a felhőnek,
az én birtokomban lévő infrastruktúráról üzemeltetem a felhőszolgáltatást. És ez egy nagyon fontos dolog. Igazából ez itt egy in-house megoldás. Nem tudom, kinek van egyébként in-house megoldása, tehát ilyen privát megoldása, egy kolléga. Igen, ez annyira nem elterjedt, mert nem olyan egyszerű hirtelennyivel megcsinálni. Tehát nagyon sokan inkább publikus felhő irányába mennek el, pont emiatt. De ott ugye meg egész sok probléma fog felvetődni, hogy a tenantok egymás mellett, hogy az a sok-sok bérlő egymás mellett, akkor az hogyan fog viselkedni, milyen kihatásai lesznek. Na pont mi erre fogunk rámenni, mert a következő későbbi szlájdokban. A hibrid, amikor arról szól a terminológia, amikor én, nekem van egy saját infrastruktúrám, egy saját privát felhőm, de valamilyen oknál kifolyólag, én mégis szeretném ezt egy külső erőforrásokkal megtámogatni, mert adj Isten, mondjuk a számítási kapacitásom idejése nem elegendő, ezért valamilyen publikus szolgáltatótól ideiglenesen igénybe veszek egy kis erőforrást. És ezért lesz ez majd hibrid. És természetesen létezik a közösségi felhőfogalom, ez eléggé keveset használt, vagy eléggé specializálódott, ugyanis ilyen közösségeket alkotunk. Tehát valamilyen cél érdekében néhány vállalat, néhány csoport összeáll, és azt mondja, hogy csinálunk egy community-t, és ez a community-nek a birtokában vannak az erőforrások és az maga a felhő, és ők is lesznek egyben a felhasználói. Jó? Ezek a, igazából a telepítési modelljeink. Akkor ezek után érdekes megnézni a szolgáltatási modelleket, ugyanis van három fő típusú szolgáltatási modell, aztán ezt majd lehet még finomítani, ez még elég lehet szemcsézni tovább, de ez a három fő megoldás van. Alapvetően induljunk el alulról, az nem más lesz, mint az infrastructure as a service, amikor infrastruktúrát bérlünk. Jó, és ezt majd később meg is fogjuk nézni, hogy erről lesz szó. Tehát valamilyen számítási kapacitást, erőforrást adunk bérbe. A platform mint szolgáltatás, az a platform as a service, ez igazából amik arra jó, hogy erre tudjunk meg egy nagyon egyszerű példát mondani, ez a Google App Engine. Jó, amikor valamilyen fejlesztői környezetet kapok a felhőből, és azon tudok, mint egy platformként funkcionál, és arra tudunk rá dolgozni. És létezik a szoftver mint szolgáltatás, SAS, ugye Software as a Service, amikor igazából se nem OS-t, se nem erőforrást, nem környezetet kapok, hanem én egy kész szoftvert kapok, és az a kész szoftvert lehet használni. Nagyon sokan nem tudják, hogy például a Gmail jelen esetben is ennek minősül. De a Salesforge is például ugye ide tartozik, az kifejezetten az mindenki tudja fehéren-feketén, hogy ez egy cloud szolgáltató, a Salesforge, aki arról szól, hogy az ő elkészült szoftverét, ugye amit ő megcsinál, azt lehet ilyen cloud alapon használni. Jó? És milyen alapvető tulajdonságokkal rendelkeznek a felhők? Bármelyikre nézünk, mindegyikre jellemző lesz, hogy valami erőforrás menedzsmentet valósít meg, és igény szerinti önkiszolgálást, tehát ilyen on-demand funkciók jelennek meg, mérhető szolgáltatások, minden egyes paraméterét mérhetővé kell tenni, vagy legalábbis, sőt, mérni is kell. Nagy, gyors és nagyfokú rugalmasság, pontosan ez lenne az egész rendszernek a lényege, hogy alkalmazkodó képességgel van felruházva egy ilyen felhő számítástechnika, és akkor annyit veszünk belőle ki igazából, amire szükségünk van. Jó, és valamilyen hálózati elérés kell hozzá a legtöbb esetben, hiszen ennek pont az a lényege. Egy valamelyik pontjára térjünk ki, mivel itt az egyetemen belül több kutatás is zajlik egyébként cloud rendszerekkel. Volt közöm egyébként PAS kutatáshoz is, volt jelenleg két IAS kutatásban is benne vagyok, sőt rajtam kívül egyébként voltak egyébként SAS kutatások is. De nézzük meg az IAS, vagy pontosan miről szól. Egy infrastructure, az a service megoldás, az alapvetően valamilyen erőforrás igénybevételéről szól, de beszélgethetünk itt arról, hogy számítási kapacitás, léteznek olyan cloud rendszerek, amiben semmi storage nincsen. Semmit nem lehet tárolni a rendszerben, csak és kizárólag computingot kapunk hozzá, memóriát és processzort, aztán hadd szóljon, lehet számolgatni, ha valakinek pont erre van szüksége. De természetesen a hagyományos értelmet virtuális gépeket is bérelhetjük, melyekhez valami minimális, mondjuk ilyen tárolás is hozzájárul.
vagy akár persistens, vagy nem persistens storage. Ugye ilyenek mondjuk az Amazon, EC2, vagy Google Grid megoldások. De nagyon sok van még. Tárolókapacitás és bérbeadás, ugye erről is beszéltem, hogy és tárolást is lehet igénybe venni a felhőből, ugye ez tipikusan az S3 megoldása, de Dropbox és az összes többi ilyen kifejezetten Google Drive az 1-től 1-ig, erről a tárolókapacitás bérlése igazából, vagy felhasználása a felhőből típusú megoldás. De ettől függetlenül akár teljes virtuális adatközpontot is létrehozhatunk és bérbeadhatunk. Ugye egy teljes virtuális adatközpont esetében ez eléggé problémás, vagy elég sok kérdést felvet abban a pillanatban, hiszen ha már nem virtuális gépek az én egységem, hanem egy adatközponti egységben gondolkozunk, akkor abban a pillanatban a bérlő oldalán, telante oldalán megjelennek olyan igények, hogy én nem csak VM-et akarok, én hálózatot akarok. A hálózatokat szeparálni akarom, nem csak egy hálózatot, egyszer több hálózatot. Akkor kell útválasztom, kell switchem, kell tűzfalam, és egyéb komolyabb szolgáltatások is. És ma már erre is vannak megoldások, ilyen például az Amazonnak a VPC-je, vagy a VMware vCloud-ja, és esetleg a Cisco Virtual Multitenant Data Center, ami egy elég érdekes dolog a Cisco oldaláról. Ugyanis ez a megoldás, ez azt mondja, hogy Cisco le is gyártotta a hardware-t is, ilyen szép nagy, néhány regszekrényes méretben meg lehet vásárolni a komplet hardware-t, amit az ember megvesz, betol a saját szerver termébe, megnyom rajta egy gombot, és már lehet szolgáltatni, már a szoftver is rajta van. Tehát, és virtualizált hálózatot ad, virtualizált tűzfalat ad, mindent ad, ami arra szükségeltetik, hogy minden egyes bérlőnek úgy tűnjön, mint egy saját, teljes egészében menedzselhető adatközpontja lenne. Jó? Tehát eléggé szerteágazó még az IaaS definíciója is, és akkor ne menjünk be abba bele, hogy egyébként létezik, ugye mondtam ezeknek a specializációja, a Storage as a Service, vagy a Network as a Service, vagy a Security as a Service, ahol például tűzfal szolgáltatásokat lehet on-demand bérelni a felhőből, na ez megint egy egész érdekes. Vagy például ugye ma már a legtöbb antivírus, akár a Pandát lehet említeni, vagy bármelyiket, ráment arra, hogy antivírust ad a felhőből. Jó, de az mondjuk a speciál, ez nem az IaaS része. Csak mondom, hogy mennyire eltérő. Akkor nézzük meg, hogy ennek a projektnek az volt a lényege, ami itt történt, hogy ha van nekünk egy IaaS cloudunk, akkor hogyan tudunk rajta különböző teszteket csinálni. Az én témaköröm az volt, hogy amin dolgozunk a kis csapattal, hogy biztonsági ellenőrzés, security checkinget csináljunk, egy sérülékenységvizsgálatot csináljunk egy IaaS rendszerem. Na most elmondtam, hogy mi minden lehet egy IaaS. Elég sokféle reprezentációja lehet egy IaaS rendszernek. Akkor gondoljuk át, hogy Isten igazából mit jelent az, hogy sérülékenységvizsgálat, és akkor azt próbáljuk meg lemeppelni egy IaaS hálózatra, és mi minden kérdést fog föltenni. Ugye egy sérülékenységvizsgálatnak az lenne az értelme, hogy egy ilyen hálózati sérülékenységvizsgálat célja, hogy a belső és a DMZ hálózaton lévő összes IP alapú hostot, legyen a számítógép, aktív eszköz, tűzfal, switch, router, bármi, ugye felismerje, és felmérje az ő ugye ilyen assessment, ugye felmérje, hogy ő ott van, és is felismerje, és kritikusság szerint kategorizálja, aztán az ismert sérülékenységekkel szembeni védelmét megállapítsuk. Tehát megnézzük meg, hogy milyen ismert sérülékenysége van az adott eszközöknek. Ez nagyon fontos lesz a későbbiekben, hogy miért csak idáig gondolkodunk. Jó, egyből is meppeljük le ezt a dolgunkat egy IaaS szolgáltató esetére, sőt abban is egy publikus IaaS szolgáltató esetében, hol és hogyan lehet ilyen sérülékenységvizsgálatokat végezni. Itt már egyből elkezdjük szerintem vakarni a fejünket, hogy elég sok szereplője lesz egy ilyennek, honnan és hova fognak működni a módszerek. Sőt, mondok egy szebbet, amin elég sokat gondolkoztunk, mely vizsgálati típus lesz fontos a szolgáltatónak, és mely vizsgálati típus lesz fontos a bérlőnek.
kicsit más-más dolog fogja érdekelni a szolgáltatót, és más a bérlőt. Amikor csinálunk egy sérülékenység vizsgálatot, akkor egy ilyen esetben hol van a határ, amit meg kell vizsgálni? Hiszen ha a bérlőt elégítem ki, a bérlő igényeit elégítem ki, akkor igazából nekem valamilyen szinten a szolgáltatót is cseszegetnem kell. Meddig lehet elmenni benne? Ezek eléggé érdekes kérdések. Illetőleg, ha a szolgáltató igényét akarom kielégíteni, akkor miket vizsgálhatok meg, hiszen ő azért szeretné majd azt is tudni, hogy a mondjuk a tenant egymástól mennyire elszigetelését mennyire jól csinálta meg. Ebben az esetben meg akkor megint ott van, hogy a bérlőhöz kéne hozzájutnom, tehát akkor még bérlőadatokra is engedélyt kéne kérni, bár csinálhatunk saját igazából bérlői hálózatot. És úgy szintén van a saját infrastruktúrája és a bérlői közötti különbség. De nézzük szerintem meg még kicsikét komplexebben a rendszert is. Gondoljuk végig az összes lehetőséget. Azaz azt követeli tőlünk, hogy határozzuk meg egy publikus IaaS modell esetének a komponenseit. Kik a résztvevői? Hát először is lesz a szolgáltatónak valami infrastruktúrája. Hát ezek fizikai, meg virtuális gépek lesznek, ez maga lesz a hálózat. Innentől kezdve lesz benne switch, router, tűzfal, minden eszköz, ami ugye számba tudunk venni. És ez a szolgáltatónak a saját infrastruktúrája. Lesz hozzá egy szoftveres komponens, amin igazából a szolgáltató, ha megnézzük az infrastruktúrát, bocsánat az első, akkor nagyjából a vasak és a rajta futó hypervisor rétegek, illetve a hálózati eszközök, amiket igen, mi ide besoroltunk. Lesznek a szoftveres komponensek a szolgáltató oldaláról, hiszen neki valahogy ezt az egész infrastruktúrát elérhetővé kell tennie a megrendelői számára. Tehát lesz mindenféleképpen valamilyen webes felülete, vagy kutya kötelesség, hogy valami API oldala legyen, amin a megrendelő elérheti ezeket, hogy tudja ezeket beállítani a saját kis virtuális hálózatát. De ettől függetlenül, ha már csak végig gondoljuk, hát biztosan van valami belső nyilvántartási rendszere, vagy egy CRM rendszere, vagy bármi egyéb belső szoftveres rendszere. Illetőleg a következő szint a bérlőnek az infrastruktúrális kialakítása. És hogyha a bérlőnek ugye van valami virtuális infrastruktúrája, akkor abban lesznek neki virtuális gépek, abban lesz neki ott is hálózata, tűzfala, igazából bármi, amit a megrendelő bele fog tudni oda rakni, helyezni. És természetesen nem mehetünk el amellett szó nélkül, hogy az egészet általában egy interneten keresztül érjük el, vagy egy hálózaton érjük el, tehát valami externál, egy külső komponensnek is meg kell jelennie, hát alapvetően, alapesetben ez az internet lenne, és mi így képzeltük ezt a modellünk szerint el. Honnan és mit ellenőrzök Isten igazából, amikor egy sérülékenységvizsgálatot megcsinálom? Nem tudom, sok komponens, sok irányt föl lehet húzni, és mindjárt végig is megyünk ezeken az irányokon. Elég sok kérdés egyből felmerül, egy belső vizsgálat során mihez férhetünk hozzá? Hát amikor én kimegyek mondjuk egy szolgáltatóhoz, és akkor azt megbeszélem vele, hogy oké, most szeretnék rajtad egy sérülékenységvizsgálatot csinálni, mert mondjuk egy auditra kell felkészíteni, mondjuk egy bármilyen típusú auditra fel kell készíteni, és akkor meg kell csinálni, meg kéne nézni, hogy meg fogja felelni egy auditon, vagy nem. Akkor ebben a pillanatban felmerül, hogy mit csinálhatok, és mit nem csinálhatok. Hiszen meg kéne határozni ezt a szintet. Ugye itt beszélgettünk arról, hogy white box testing, grey box testing és black box testing. Azaz ugye nem tudok semmit a hálózatáról, valami információt tudok a hálózatáról, és egyetem minden információt tudok a hálózatáról. Tehát melyen mélységbe enged be minket? Ez egy nagyon fontos kérdés lesz, és erre is majd ki fogunk térni. Melyek azok egyébként ebbe a terminológiából, ha elkezdünk ilyen sérülékenységet nézegetni, aminek lesz értelme, és melyek, amiknek nem lesz értelme a modell szerint. És nagyon fontos, hogy ez a modell IaaS alapon fog vizsgálódni. És mi, ugye ezek szerint ugye miket kér majd megnézni? Hát lépjünk tovább. Erre mi kitaláltunk egy ilyen, én úgy neveztem el, hogy komponens matrix, igazából nem adtunk neki nevet. Ez így tegnap vakartam a fejem, hogy valahogy el kéne nevezni, és akkor igazából ezt találtam ki. Ugye én nem csináltam más, mint a komponenseket összehúztam, és akkor azt nézzük meg, hogy ebből a forrásból indítunk támadást ezen
kampanelsek ellen, akkor igazából itt a kapcsolatokat állapítottuk meg, és akkor nézzük rá szkenáriókat, hogy melyikben mi van benne. Amikor ugye a szolgáltató infrastruktúrájából a szolgáltató infrastruktúráját támadjuk, vagy vizsgáljuk. Jó, ezt mikor fordulhat elő? Mondjuk egy visszaélés ebben az esetben. Ez tipikusan a belső alkalmazott problémája. Azaz, jön nekem egy operátor, és igazából ő elkezd itt gonoszkodni belülről. Miért? Mert mit tudom én, megtudta, hogy ki fogják rúgni, vagy megtudta, hogy megfelezik a fizetését. Teljesen mindegy igazából az indok. De bármit csinálhat, csinálhat felőlevő egy DOSZ támadást, csinálhat egy, tudja, hogy hol van sérülékeny pont, azt kihasználja, lelőhet bármilyen eszközt saját maga, hogyha van rá jogosultsága, akár még könnyedén tud csinálni egy merindomidult, bármit el tudunk képzelni. Ugye, ha egy ilyen tesztet szeretnénk elvégezni, ennek a típusú tesztnek a kivitelezése eléggé, hát picit azt mondom, hogy a többihez képest nehézkes lesz, mivel fizikai hozzáférést kell biztosítani a fizikai infrastruktúrához. Feltehetően ezek nem olyan vénelok lesznek, amiben csak én úgy hirtelenjébe oda mehetek kívül, és beenged az ő hálózatába. Tehát ugye itt a végső cél nekünk majd az, hogy egy olyan automatizmust hozzunk létre, amellyel megvizsgálható egy cloud rendszer, egy publikus IaaS cloud rendszernek a jósága security oldalról. Na most erre egy automatizmus kell csinálni. Na most, hogyha ez teljesen elszigetelt és egy normális adatközpontban van betéve, akkor csak én, mint teszter, nem biztos, hogy ebben caplathatok. És letehetem a saját mérőeszközömet, hogy ott elkezdjek garázdálkodni. Tehát ezért mondjuk, hogy megkivitelezhető, de eléggé nehézkesen lesz ez kivitelezhető. Az a lényeg, hogy ez gyakorlatilag egy whitebox testinggel felel meg, mert beenged a belső hálózatra, és megmondja, hogy mihez férhetek hozzá. Mi történik akkor, hogyha a szolgáltató infrastruktúrájából a szolgáltató szoftverét éri támadás? Ez is nagyon hasonlít az első esetre. Ugyanúgy belső alkalmazottak a legtöbb esetben, de persze lehet bármilyen hackerhár is, aki véletlenül bejutott. Tipizált eset mondjuk a belső nyilvántartás hamisítása, ügyféladatok megszerzése, jogkörbővítés, ugye privilege escalation, stb. Ugye ezeket a szkenáriókat tudjuk ebben elképzelni. Itt is arról szól a fáma, hogy ha az irányt nézzük, vagy belülről igazából egy belső komponens nézünk, alapvetően ez is egy whitebox testingnek felelne meg, ugyanazok a probléma körök, mint az elején. Ha mi történik akkor, hogyha a belső infrastruktúrából lehet támadni a bérlő infrastruktúra irányába? Na ez már egy érdekesebb kérdés. Ismételten nagyon hasonlít az előző esetekhez, ugyanúgy feltehetően nagy valószínűséggel egy belső alkalmazott áll neki játszadozni. A cél ugye az, hogy megszerezzen valami bérlői információt, bérlői adatot, vagy esetleg lehallgasson, beleavatkozzon, stb. El tudunk képzelni olyan típusú támadásokat, mint lehallgatás. Maga, ugye itt egy virtualizációról beszélgetünk, abban a pillanatban előfordulhat ebben az esetben a virtuális gép imidzsének az olvasása. Abban a pillanatban ugye ez felveti azt a dolgot, igazából ez egy bizalmi kapcsolat, amikor mi publikus felhőt, publikus cloudot használunk, és oda kihelyezünk bármilyen adatot, ne legyünk abba a kétség hitbe, hogy azt senki nem fogja látni. De az operátor bármikor megnyithatja, és bármikor belenézhet, Isten igazából. Tehát ez alapvetően, amikor egy publikus szolgáltatást veszünk igénybe, ez mindig egy bizalmi viszony lesz, de ettől függetlenül, ha egy hacker Harry beszabadul a szolgáltató hálózatába, akkor ő is ráláthat az adatainkra. Ez ellen persze vannak módszerek, hogy hogyan lehet, majd a lemezképünket titkosítjuk, és a többi, de azokra is tudnék okosságokat mondani, de most menjünk tovább, mert az per pillanat nem része az előadásnak. Jó, alapvetően egy ilyen típusú támadást is elég nehezen tudnánk automatán elvégezni kívülről, hiszen ismételten a kiindulás a belső hálózat, tehát megint arról szól, hogy valahogy a belső hálózatba be kell jutni, meg lehet oldani minden gond nélkül, csak akkor megint igazából egy whitebox testingről beszélünk. Nézzük meg, hogy mi van akkor, amikor a szolgáltató infrastruktúra
ból érkezik egy támadás az internetre. Hát ez per pillanat, ez egy elég vicces dolog. Ez gyakorlatilag egy alkalmazott eszetlenül támadja a külvilágot. Mert hogy egy jó sávszélen ül, és mit tudom, most mondok egy elég vicces sztorit, játszik a gyerek, aztán ledoszolja az ellenfelét, aki cheatel ellene, hát most csókolom. Jó? Tehát el tudunk képzelni ilyeneket. Egyébként sokkal a életszerűbb példa, hogyha valamilyen oknál kifolyólag betörés történt a hálózatba, és ugye egy zombi vagy egy botnet részévé tették a feltört gépeket, és azok igazából valamilyen típusú DOSZ támadásokat végeznek célpontok ellen, vagy egyébként a következő áldozatukat keresik, és próbálják őket befertőzni. Na kérdésem, ki az, aki már átélt ilyet? Csak ketten vagyunk? Jó, én is már egy párszor. Tehát igazából szerintem önök között is van sokan, csak nem biztos, hogy mindenki tudja. Általában ez szokott a probléma lenni, sokan nem tudják. Vagy nem veszik észre, hogy ilyenek történnek. Csak amikor egyszer egy ilyen certes, hivatalos felszólítás érkezik, hogy támadó tevékenység beszüntetése, de van 24 órájuk. Az egy funny egy ilyen levelet kapni. Tehát ezek az esetek. Ugye elsődlegesen ez nem lehet egy sérülékenységi teszt része, hogy én most bemegyek és a világot támadgatom, tehát ez ilyen out of scope-bal én ezt kihagynám. Nézzük meg, hogy mi van akkor, amikor a szolgáltatónak az valamilyen szoftver komponenséből indítunk egy támadást az infrastruktúrája ellen. Mik lehetnek ezek? Ugye ez a szolgáltató szoftveres, ugye ezt nem mondtam, tipikusan amikor egy API vagy egy webes felületen található sérülékenység, amelynek hatása az infrastruktúrára kihat. Tehát rosszul van implementálva az API, nem ellenőrziz valami, és azt mi ki tudjuk használni, például arra, hogy indítsunk egy új virtuális gépet. Jó, ezek a típusú dolgok vannak. Ezt már egész jól lehetne egy sérülékenység teszt alapján vizsgálni. Egész jó megoldások vannak rá. Viszont a teszteléshez gondoljuk végig, azonnyomban mindenféleképpen kell a szolgáltató beleegyezése, hiszen olyan dolgokat is, ha sikerül a teszt, akkor el tudunk érni, amit nem biztos, hogy kéne, illetőleg olyan erőforrásokat tudunk lefoglalni magunknak, amely az éles rendszerére kihathat. Mi van akkor, amikor a szoftverből támadást indítunk a szoftver ellen? Ez is egy kivitelezhető kör. Megint azt mondom, hogy az API felületen keresztül mondjuk rájönnénk, hogy tudjuk manipulálni az ügyfél adatokat. Akár az egész ügyféllistát kilikkelem. Feltételezzük. Bármilyen úton, módon. Ez egy nagyon érdekes dolog. Viszont azt mondtam, hogy ez egy IA-s vizsgálat lesz, és mind a két oldalon szoftverkomponens és szoftverkomponens található. Emiatt out of scope lett a mi rendszerünkbe. Tehát ezzel nem fogunk foglalkozni, mivel egy magasabb szinten helyezkedik el. Mi van akkor, amikor a szolgáltató szoftvereiből történik támadás a bérlői infrastruktúrára? Ismételten az API meg a webes felületet fogom tudni előhozni, mint példa. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez is egy jól tesztelhető automata eszközökkel akár, viszont itt ugye ez lesz a nagy probléma, ha én egy bérlői gépet szeretnék, vagy egy bérlői rendszert szeretnék elérni, abban feltétlenül éles adatok lesznek, tehát itt megint egy ilyen ácsi lépjünk hátra kettőt, és gondoljuk végig. A jó megoldás pedig az lesz, hogyha hátra lépünk, hogy létrehozunk valamilyen tesztelhető infrastruktúrát, amin ezt el fogjuk végezni. Mi van akkor, hogyha megint a szoftverből az internet irányába megyünk ki? Ez minket per pillanat annyira nem érdekel, tehát megint out of scope-pal kihagyjuk. És akkor jönnek az érdekesebb dolgok. A bérlői infrastruktúrából érkezik támadás, vagy próbálunk egy támadást vizsgálgatni a
szolgáltató infrastruktúrájára nézve. Ez egy igen jelentős veszélyforrás, és egyből látható, hogy ezt a lehetőséget meg kéne vizsgálni. Miért is? Hiszen Hacker Harry is bérelhet tőlem egy erőforrást, és hát akkor nézzük meg, hogy Hacker Harry mit ér el. Ez azért jó lenne tudni, vagy jó lenne megvizsgálni, hogy ezt le lehet-e nyúlni a bérlő infrastruktúrából a szolgáltatói infrastruktúrába, mert lehet, hogy a szolgáltató gondolt arra, hogy ha az internetről érkezik felé támadás, az ellen sok-sok tűzfallal védekezik, de arra gondolt-e megfelelően minden egyes lépésre, hogy mi van, ha a tűzfalamon belülre engedtem a farkast. Mert Hacker Harry is vehet tőlem erőforrást, és ha belül van, akkor egy fokkal már egy tűzfalam, vagy néhány védelmi rendszerem már is belülrébb került, és más láthat, vagy más úton tudja elérni ugyanazokat a komponenseket. Jó? Igazából ez a teszt azt fogja kimutatni, hogy mennyire jól szigetelt a bérlői és a megrendelő, vagy a bérlői, igen, ezt este már álmos voltam, elnézést kérek, a bérlői és a szolgáltatói infrastruktúra egymástól. Jó? Tehát oda a szolgáltatói infrastruktúra kerülne. Jó? Mi van akkor, hogyha a bérlői infrastruktúrából érkezik a szoftveres komponensek ellen egy támadás? Hát ugyanaz, veszek egy erőforrást, és az erőforrásról nézem meg ugyanezeket. Ismételten bejöhet az, hogy tűzfal kívülről, itt meg nem, megint ilyen implementációs kérdések feljönnek. Azért itt viszont azt is meg kell vizsgálni, hogy mik azok a belső komponensek. És mi azért raktam ezt kékkel, majd a végén elmondom a színkódokat, csak itt most elmondom, hogy itt mi ezt azért raktuk kékre, mert ugye nem biztos, hogy csak egy webinterfésze vagy egy API-ja létezik a szolgáltatónak, hanem elég sok belső szoftvere lehet, és itt azért vegyük külön azt, hogy ha ez megint egy infrastruktúrát érintő vizsgálat, akkor az, hogy sérülékenység van az ő CRM rendszerébe, az engem per pillanat nem érdekel, azt out of scope-on kell helyezni, vizsgálattárgyán kívül kell helyezni, mert egyszerűen nem fogunk végezni soha a szkennünkkel, ha indítunk egy ilyen szkent. Emiatt lett igazából kék, mert a határokat valahogy meg kell határozni, hogy ha API felület és webinterfész, akkor ilyen érlik leszkennelni, megkeresni, megvizsgálni, az összes többi szoftverkomponensre pedig azt hagyjuk békén. Bérlői infrastruktúráról bérlői infrastruktúra. Ez megint egy olyan pont, ami nagyon jó lenne megvizsgálni, és meg is kell vizsgálni egy ilyen lehetőséget, egy ilyen sérülékenységi fajtát. Ugyanis ez arról szól, hogy a bérlői rendszereket mennyire különítettük jól el egymástól. Mennyire nem, hogy át lehet-e járni a bérlők között, vagy nem lehet átjárni a bérlők között. Ki az, akinek mondjuk már egy sérülékenység vizsgálatot csinált vala az életébe, mondjuk osztott tárhely szolgáltatóval szembe? Mert látom, először elindult a kéz. De itt pont az osztott tárhely szolgáltatóval szembe, mert nekem volt egy olyan megbízásom, hogy nézzük meg a honlapjait valakinek, amiket üzemeltet, és akkor mondtam, hogy ide kéne bejutni, ezt kéne megnézni, hogy ennek mennyire jó. És az nagyon jó szolgáltató, nagyon jó megprogramozták, oda nem tudtam bejutni. De megnéztem, hogy és milyen egyéb honlapok vannak még ott rajta, és akkor az egyik saját belső honlapján, ami nem volt olyan jól védve, azon keresztül jutottam be, és jutottam vissza az első rendszerhebe. Tehát ezért egy nagyon fontos dolog, hogy ha nekem van egy célom, lehet, hogy nem az ajtón rontok be, hanem megkeresem a hátsó ajtót, és oldalról rontok rá a célomra. Ezért nagyon fontos azt megnézni, hogy a külön bérlői rendszerek mennyire vannak izolálva egymástól. És természetesen van egy következő, egy speciális eset, amit mondtuk, hogy még érdemes vele foglalkozni, vagy a bérlői infrastruktúrára az internetre való támadás. Alapvetően ide egy out of scope-ot kellett volna rakni, viszont mi van akkor, és ez itt ebben az esetben arról nyilatkozik, mi van akkor, hogyha egy olyan infrastruktúrát bérlek, amely felhasználási területe csak és kizárólag privát. Tehát én a felhőből veszek valami infrastruktúrát,
amit csak magamnak akarom, hogy elérhetővé tenni, és csak én használhatom. Tehát mondjuk valamilyen VPN-en keresztül jutok be, vagy valamilyen zárt csatornán keresztül jutok be ahhoz a szolgáltatóhoz, hogy elérjem az ott futó hálózatot. Ebben az esetben onnan nem kéne tudnom elérni a külvilágot. Na és ez a teszt ez arról szólna, hogy ha egy ilyen szkenárió van, akkor van-e bármilyen úton, módon lehetőségem arra, hogy én mégis kilássak a hálózatomból. Vagy onnan ki... Igazából ez arról szól, hogy a jailbe vagyok zárva, és ki tudok-e törni a jailből. Akkor létezik, hogy az internetről a szolgáltatónak az infrastruktúráját lehet támadni. Ez megint egy érdekes dolog, hogy ezzel foglalkozunk, vagy nem foglalkozunk. Ez InScope lesz, vagy Autoscope lesz. Mi per pillanat egy kicsikét kékkel jelöltük el, ezt majd megmondom, hogy micsoda. Ez alapvetően egy backblock tesztelésnek felelne meg. Azaz nem tudok semmit róla, ott találtam néhány IP címet, amit tök feltelő kilógott az internetre, és azokat elkezdem, arra elkezdek lőni. Aztán vagy összejön, vagy nem. Itt igazából ez erről lenne szó. Internetről lövök a szoftver komponenseire. Hát ameddig van egy API felületeleg, egy web interfésze, még belefér, de megint, hogyha teljesen véletlenül a nyilvántartása vagy bármilyen kilóg a netre, az már megint out of scope, mert itt nem az ő belső szoftverét fogjuk ellenőrizgetni vagy auditálni. De ez megint ugye úgy a backbox, hogy nem tudok semmit, csak látok valami címet és nekiugrom. A internetről a bérlő infrastruktúrára való támadás. Ez azért lett out of scope, és ezzel azért nem szabad foglalkozni, mert ez már a bérlőnek a felelőssége, hogy ő mit tesz oda be. És a bérlőnek a felelőssége, hogy ő milyen rendszert húz föl, és hogy ő oda milyen komponenseket tesz bele. Hát egy infrastruktúra szolgáltató meddig? Meddig adja az infrastruktúrát? Igen, ezért kérdeztem azt, hogy hova tegyük a határvonalat. Tudom nagyon jól, hogy én is megütöm a bokámat, hogyha a megrendelőm éppen... Tehát, hogyha a megrendelőm hülyeséget csinál, sőt, már volt belőle példám, hogy én tök jól csináltam minden, csak a megrendelőm volt hülye, ismerjük, én meg utána 3 napig dolgozhattam. Az ilyet nem annyira szoktam szeretni, viszont itt megint az, hogy ha az ilyen teszteket tömegesen kell elvégezni, akkor egyszerűen nem lehet ezzel foglalkozni, nem fog beleférni az időbe. És ezt Isten igazából az időfaktor miatt lehet kizárni. És természetesen van az internetről történő internetre való támadás a Matrix alapján. Hát ennek aminek semmi köze nincsen hozzánk, mert ez se a szolgáltatót, se a bérlőt igazából nem érinti, tehát így kihúzásra kerül. És most adjunk értelmet a színkódoknak. Ugye amikor végig gondoltuk is a beszélgetéseket, akkor ugye lesznek majd követelményeink, hogy mi az, ami beleférhet egy emberi időbe, mi az, amit egy érdemes elvégezni ezekben az esetekben. Amit mi javasolunk, azt mi igazából zölddel emeltük ki, hogy ezeket a komponenseket javasolnánk első körben megvizsgálni, ugyanis ez is elég sok időt fog igénybe venni. A kékek azok, amelyeket meg kéne fontolni, hogy bevesszük-e a vizsgálat tárgyába, vagy nem vesszük be a vizsgálat tárgyába. Ugyanis nagyon meg tudják dobni a szkennelésre fordított időt. A pirosak pedig azok az elemek, amelyeket nagyon jó lenne megvizsgálni, csak ahhoz nagyfokú engedélyezés, tehát egy belső házra való beengedés, tehát gyakorlatilag egy black box testingre van szükség. White box, igen. Második hiba, white box. Néztem én is, ez white box. Jó, ezt mindjárt átírjuk. Majd így fog a netre már kikerülni. És illetőleg, amit feketével írtam, az a nincs szükség. Jó, két slide van, és akkor már is nyom. Jó, igazából az volt, hogy akkor milyen vizsgálati hatóköröket hogyan állapítsuk meg. Itt a projektben nem az volt a cél, hogy ez egy etikus hack legyen, vagy ez egy penetration test legyen. Ez itt a cél az volt, hogy az ismert sérülékenységeket fedezzük föl, amelyekről jól lehet tudni, hogy problémákat fognak jelenteni. Tehát igazából a tömeges, több százas tesztet végezzünk el, lehetőleg a minimális időn belül, mert hogy a kis pistikéket kéne kizárni.
emiatt kéne valami automatizált sérülékenység vizsgálatot végezni a rendszerben, ami ezt mindig meg tudja csinálni, és ezt mind megcsinálja. Alapvetően azzal állunk szemben, hogy hogyan tudjuk felmérni az infrastruktúrát teljesen automatikus módon, egy bármilyen rendszerről hogyan tudjuk kideríteni, mi van ott. Ugye ehhez lehetőség szerint valami kézi beavatkozást is tegyünk lehetővé, mik azok, amit megtaláltunk, de nem kéne leszkennelni, mert nem kaptunk rá engedélyt. Ugye onnantól kezdve detektáljuk az eszközön található operációs rendszereket, portokat, szolgáltatásokat, megvizsgáljuk az infrastruktúrális elemeket, hogy milyen sérülékenység ellen nincsenek védve, majd gyakorlatilag erről egy rendes riportot fogunk készíteni. Ehhez mi itt a házon belül készítettük már egy frameworköt. A framework fejlesztésre jelenleg folyamatban van, és én menedzselem a szoftverkomponensek fejlesztését, és minden egyes rendszernél elég nagy falakba ütköztünk, de per pillanat úgy néz ki, hogy meg fogjuk tudni valósítani, hogy egy teljesen automata sérülékenységi vizsgálatot csináljunk, ami nem mélységi, hanem inkább szélességben föltárja a rendszereknek a sérülékenységei. Azon pontok mentén, amiket ugye elmondtam. Ezekhez például OpenWash, Nexpose, Metasploit és egyéb eszközöket használunk, ugyanúgy az AVAT, illetve a GSSVAS közt, amit ugye a stakiek fejlesztettek ki, még integrálása fog kerülni, és próbálunk majd mindenféle compliance-szel kiegészíteni, amelyek például az Enisa, illetőleg az egyéb cloudos megfelelőségeket leírták. Köszönöm szépen a figyelmet!